A Nemzeti Tehetségprogram keretében Zenei Expedíció című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi utcai óvodájában. A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő által meghirdetett tehetségközelben komplex tehetséggondozó programok támogatására című kiíráshoz a pályázati kategória kódja NTP kötőjel tehetség kötőjel 23 kötőjel 0138 zenei expedíció elnevezésű nyertes pályázat 2023. szeptember és 2024. augusztus között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi utcai óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 2 millió 496 000 forint. A pályázati programban a Kinizsi utcai óvoda szivárvány zenei tehetséggondozó műhelye vett részt tíz gyermekkel, Péter Lászlóné tehetséggondozó óvoda pedagógus vezetésével. A Zenei Expedíció című projekt 32 órában valósult meg. A pályázati projekt célja olyan komplex programok megvalósítása, amelyek célja a magas színvonalú tehetséggondozó szolgáltatás, továbbá egyenlő hozzáférés biztosítása, a gyermek átlagon felüli adottságainak kibontakoztatása, átlagon túlhaladó teljesítmények létrehozásának elősegítése. A több tehetségterület összekapcsolásával esztétikai, érzelmi gazdagítás a tudásmegosztás érvényesítése szakmai és tágabb körökben. A pályázati projektet lazító és gazdagító programok is színesítették, amelyek különleges élményeket nyújtottak a résztvevők számára. Együttműködő partnereink révén változatos helyszíni foglalkozásokon tapasztalati úton gazdagodhattak a gyerekek ismeretei. Balajtiné Sütő Margit, igazgató.